A közgyűlésen két felügyelői bizottsági tag, Pereksen László és Novák Ferenc visszahívásáról is döntöttek. A helyüket Kanász János és Csárdi Tamás veszi át. A Grémium új elnöke pedig Fodor Csaba lett én a várost képviseltem a vízmű közgyűlésen, és a város érdeke pedig az, hogy nagy a pozíciója erős legyen a vízműben, hiszen tényleg itt szennyvíz telep a városban, elég nagy csatorna hosszal rendelkezünk, elég sok lakost látunk el, és tulajdon részileg is a, miénk a, leg, a messze legnagyobb tulajdon rész. így, így, így ezen javaslatok mellett döntöttünk, hogy, hogy a felügyelőbizottságokban az összetételben változtatunk. Nem rúgtuk fel azt a szabályt ugyanakkor, hogy, hogy települési polgármester és az adott régióból ö, jövő települési polgármesterek kerüljenek a vízmű bizottságában. Ciráki László hivatalosan ma lépett munkába. Az új vezérigazgató mintegy két évig vezette az alakarosi fürdőt, korábban pedig már 14 évet dolgozott a vízműnél, ahol a vagyongazdálkodási osztály vezetője is volt fő feladatom az, hogy a likviditási helyzetet tovább stabilizáljam, a cég munkavállalóinak egy biztos hátteret biztosítsak, hiszen 240 munkavállalója van a Délzelai Vízműnek, emellett természetesen beruházási, felújítási célokat összeállít a, vízmű, hiszen van egy gördülő fejlesztési terve a tulajdonos önkormányzatoknak, ezt a gördülőfejlesztési fejlesztési tervet, illetve az ebben szereplő beruházásokat, felújításokat szeretnénk megvalósítani. Ciráki László hozzátette, minél több pályázaton szeretne indulni a vízmű közösen az önkormányzatokkal, és a lehető legtöbb fejlesztési forrást akarják bevonni a különböző projektek elindításához.